Na, nagyon vigyázz, kisanyám! Mert csak lapa lehet igazán egy férfit megismerni. Én mind a három férjemmel évekig láttam. Aztán, amikor lapni kezdtem velük, akkor derült ki. Csak járni tudnak. Bizonyára önök is hallottak már olyan párokról, akik valami banális dolgon úgy összevesztek, hogy abból akár még hosszantartó harag, vagy netalántán válás is lett. Ilyen esetekben nem könnyű a külső szemlélő, de mindig sokkal okosabb családtag vagy barát dolga, hiszen benne nem dolgozik a nagybetűs dac. A csak azért is életérzés, mely a lehető legtávolabb sodor bennünket a józanságtól, már ami a döntéseinket illeti. Egészen biztosan sok boldog párkapcsolat rákfenéje lett ez a fránya élethelyzet, és az önző büszkeség, mely ezeket a helyzeteket táplálja. Kála István ilyennek hazudtalak színdarabjában is, hát lényegében ez a helyzet. Egy olyan végjáték, amiben nagyon-nagyon sok komoly tartalom van. Pontosan a címe is kifejezi ezt, hogy ilyennek hazudtalak, tehát akkor nyilván jónak hazudlak, bajom miért hazudlak jónak, miért nem vagy jó úgy, ahogy vagy, emberileg is, mint magatartásforma. Három napon ezelőtt, amikor te megismerkedtél Beával, ő még boldogházasságban jött. Igen, de azok csak leülni, neki zavarnak az órára. Amikor Bea János elé állt, és azt mondta még, hogy hát nem vagy neki közömbös, akkor János csodálatosan viselkedett. Úgy van. Nem csak ott botrány, nem bíztizet, hanem fogta magát. Mit mondod? Ha csak azért maradnánk együtt, mert valamikor szerettük egymást, akkor elfelejthetnénk mindazt, ami igazán szép volt a szerelemben. Én nem ismerem János személyesen, de őszintén csodálom. Úgy van. Mit csinálsz? Fogta magát, összecsomagolta a legszükségesebb holmiát, és lehelyeztette magát vidékre. És miért? Azért, hogy be a szabadon dönthessen kettőnk között. Így van! Adott egy vállófélben lévő fiatal pár, akik 5 hónapja már külön élnek. A feleség pedig útkeresése közben rájön, de mire is? És ki segít neki ebben? Nos, én egy vállófélben lévő asszonykát játszom, aki szeretne is újra a férjével együtt lenni, meg nem is, hiszen jön egy jóval gazdagabb férfi, akit szeretne meghódítani, és hát a bátyámat úgy gondolom, hogy támogat is mellettem áll, de valójában kiderül, hogy támogat, de a régi férjemhez szeretne engem visszaküldeni. Nézzétek, milyen gyönyörű sárga, a kedvenc virágom. Na hát, és még levél is van hozzá. 5 szál, az együtt töltött 5 esztendő emlékére. Igen, és egy tündéri kis butha. Jaj, egy butha is, valódi. Elefántcsomból. Írás is van. Úgy ülök itt, így, és várok rád, az idők végezték. Ó, ja. Én vagyok a bátyi, és nekem az a célom, hogy a legkisebb fájdalommal, de visszatérítsem őket az eredeti helyzetbe, hogy mint férj és feleség tovább folytassák a kapcsolatukat. Mi lenne akkor, hogyha mondjuk mégiscsak itt mondanának a feleségedet? Na de őszintén légy szíves, jó? Őszinte leszek én veled. Végtelenül boldog lennék. Igazán? Igazán. Tudod miért? Mert akkor végre az arcába vághatnám mindazt, amit 5 hónap alatt felgyűlömlett bennem. Hogy vérig sértett, és hogy lekezelt, és hogy soha többé nem akarom látni. A régi módi báty érzi, tudja, hogy a fiatalok még szeretik egymást. Csak az emberi gyarlóság húzott szemellenzőt a korábbi közös cél irányát eltakarva. A pár közötti konfliktus egy apró pici dolog miatt alakul ki, és talán azt taníthatja akár nekem, akár a nézőknek, hogyha valakit szeretünk, akkor nem szabad, hogy az első akadály után megfutamodjunk, hanem igenis tenni kell azért, hogy ha valakit szeretünk, akkor ez a kapcsolat működjön, vagy ez esetben az a házasság működjön. Ekkor jönnek a bonyolult helyzet komikumok és a testvéri szeretet táplálta ártatlan fondorlatok. A szerető fivér a saját eszközeivel tereli a jó útra az ifjú szerelmeseket, hogy közben jutalmául szintén eltalálja ámornyila. Nem egy egyszerű darab, nem egy szokványos, nagyon-nagyon-nagyon humoros darab, nem egy könnyű darab, de én szerettem. Igen, meg kell találni benne azt, hogy mi az a fordulat, és mi az, ami miatt érdemes megnézni ezt a darabot. Nem egy érdekcsapkodós, de jól lehet rajta szórakozni.
A jelszárokszállási Görbe János színkör aktív magja sok éve dolgozik közösen. Jelenleg 21 fő kellékezik, zenél, színjátszik ebben a darabban, mely a 24. zenés bemutatójuk volt. Ez azt is jelenti, hogy már készülnek a jubileumi 25. természetesen szintén zenés bemutatóra. Csak is kizárólag zenés darabot szeretnék, és élő zenéset. Persze, hogy ennek megvan a veszélye, mint minden élőadást, önök is tudják, de azt azért már rutinosan ki tudjuk küszöbölni, tehát nem. Hát 25-re készülünk most, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok én magam is, de a társulat minden tagja, mert Kertész Imrének a Doktor kisasszony című vígjátéka lesz. A színkörnek hála az apáti nézők egy kellemes délután tölthettek a Pályér Antal Művelődési Házban, az Ilyennek hazudtalak előadás pedig helyzetkomikumok garmadáján keresztül vezetett rá minket arra, hogy egy rossz irányba haladó, de még menthető párkapcsolatnak is óriási értéke van.